Legalább annyi munka van benne, mint egy olimpiai aranyére megszerzésében, ám az eredmények és az ismertség gyakran elmarad. Ennek ellenére sok élsportoló választja a cirkusz világát, hogy artistaként dolgozzon. Művészeink a világ minden táján sikeresek, ám ahhoz, hogy ez így is maradjon, az artista képzőnek is megújulásra van szüksége. Spárga, szuplé, dupla szaltó. Sok embernek a szertorna jut eszébe ezekről a kifejezésekről, és igazuk is van. De létezik egy olyan pálya, ahol ez a sport és a művészet remekül kiegészítik egymást. Több ígéretes élsportoló is a cirkusz világát választotta, és az artista képző diákja lett. Ám döntésüket nem mindig a világhír inspirálta. Én mindig is szertorna olimpiai bajnok szerettem volna lenni, csak mivel hogy tényleg nagyon sok sérülésem volt, és egyre nagyobbak, ezért nagyon féltem a végén a szerektől, és ezért nem tudtam már csinálni. Nekem a trapéz tetszik a legjobban a cirkuszban, már kicsi korom óta. Igazából ugye levegőszálnak, amik ide vonzottak. De nem csak a gyerekek, hanem a tanárok között is találkozhatunk korábbi élsportolóval. Végerika ma már akrobatikát tanít az artista képzőben, és maximálisan elégedett az életével. De ne szaladjunk ennyire előre. Erikának ugyanis tinédzserként a szertorna volt a mindene. Az olimpiára készült, egy térsérülés azonban véget vetett ígéretes sportkarrierjének. Hónapokig ugye próbáltam feldolgozni, viszont évekig nem jártam tornaversenyre. Egy hétvégi séta alkalmával vette észre, hogy az artista képző felvételt hirdet egy gyerekeknek. Ám a lánya helyett ő jelentkezett az akkori igazgatónál. Addigra megszerezte szertorna edzői szakos diplomáját még a testnevelési főiskolán, így másik álmát, hogy edzőként dolgozhasson, könnyen valóra váltotta. Az ember fantáziája annyira el tud indulni szabadon, hogy az ember maga választja ki a zenét, vagy a gyerekkel együtt, és amit tud, azt beleteszi, meg még pluszokat, és akkor kezdődik az a alkotási szakasz. Úgyhogy én nagyon szeretem és élvezem. A világ változik, és ez alól a cirkusz sem kivétel. Az elmúlt években kicsit megkopott az artista képző varázsa. Kevesebb a diák, mint korábban, és munkát találni sem egyszerű. Az iskola fenntartója a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., vagy ahogy az artisták mondják, Maciva, ezért teljesen átalakítja az intézményt. Alapvetően a cél az volt, hogy egy új, megújulásra képes tantestületet és egy ilyen iskolát hozzunk létre. Nyilván nem egyedül, mert a másik fontos feladat az volt, hogy keressen meg azokat a szakembereket, akikkel ezt a megújulást végre lehet hajtani. A nem mindennapi feladatot egy nem mindennapi emberre bízták. Az iskola új igazgatója ugyanis korábban a drogmaffiák rettegett főnyomozója volt. Nyilvánvalóan nem olyan döntéseket hozok, és nem egyedül hozok olyan döntéseket, amelyek abszolút a művészképzést érintik. Van több olyan ember most már a környezetemben, akikre nagyon magabiztosan és nyugodtan támaszkodhatom. Ebbe az is beletartozik, hogy a magyarok mellett lehetőség szerint minél több külföldi tanár adja át tudását a diákoknak. Ez a tudás lehet ugyanis a kulcs ahhoz, hogy ne csak artisták, hanem megújulásra képes művészek kerüljenek ki az intézmény falai közül. Az emberek akkor szembesülnek igazán azzal, hogy milyen kiváló és milyen nagy lehetőséget tartogató pálya ez, amikor mondjuk egy Simet Lászlót látnak a cirkusz porondján, és akkor érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a gyerekeinket elindíthatjuk ebbe az irányba is. Thank you.